Hölgyeim és uraim, arról kell számot adnom önöknek, hogy a magyar kormány úgy döntött, hogy a Fertődi Eszterházi kastélyt és a hozzá kapcsolódó intézmény egységeket önálló költségvetési szervé meghatározó jelentőségű intézményé alakítja át. Ennek van egy jogi és technikai részlete, amelyről majd részben Csernuszki elnök úr is fog beszélni. Abból a nagy állami intézmény együttesből, amelyet Forster központ néven ismerünk, és amely a korábbi évek átalakításának köszönhetően magába olvasztotta a műemlékek nemzeti gondnokságát is, és ilyen módon került a Forsterhez a jelen kastély is. Tehát, hogy ebből a nagy intézmény együttesből fog kiválni a létrejövő Eszterháza Kulturális Kutató és Fesztivál Központ, röviden nevén Eszterháza Központ. Ennek a központnak számos feladata lesz a kormány döntése értelmében. Amiket ki kell emelnem, az egy alapvetően közgyűjteményi feladat. Nem pusztán közérdekű kiállítóhelyként fog működni, hanem saját gyűjteménnyel fog rendelkezni. A gyűjteményének a feltárásához megfelelő tudományos szakaparátussal, a közgyűjteményekről szóló törvény felhatalmazásának és elvárásainak megfelelően tudományos gyűjtőmunkát, a gyűjtemény föltárását, publikálását és kiállítását is el fogja végezni. Lesz egy másik feladata, ez a Heinrich Központ, amely a Heinrich hagyatékának, örökségének ápolását jelenti, és azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy Eszterházát az európai zenei térképen az egyik legfontosabb helyek egyikévé tegyük, hogy egy olyan sokak által ismert és látogatott központ legyen, ahol a hány kultusz ápolására is van lehetőség, minden esélyünk, minden lehetőségünk megvan erre. A harmadik feladat pedig egy alapvetően turisztikai és gazdálkodási feladat. Azt arról döntött a kormány, hogy ez a kastély és a hozzátartozó létesítmény egységek, ezek ne pusztán kiállítóhelyként, közgyűjteményi funkcióval rendelkező kiállítóhelyként, ne pusztán a zenei területet is felülelő kutató központként működjenek, hanem egy élő gazdálkodási vagy gazdasági egységként is. Ebből következően ez egy egészen speciális intézmény lesz, mint az majd ki fog derülni az alapítókiratból is, amelyet nem sokára a kincstár elé tárunk. A gazdálkodás alatt többféle funkciót értünk. Egyrészt a gazdálkodásnak lesz nyilvánvalóan turisztikai vetülete. Az egyébként is gyarapodó látogatószámnak a megsokszorozása az egyik cél. A másik cél az, hogy itt olyan eredetileg is meglevő gazdálkodási funkciókat állítsunk helyre, amelyek egyébként az önálló bevétel szerzési lehetőséget növelik. A harmadrészt pedig az is a célunk, hogy további állami mezőgazdasági területek, amelyek állami tulajdonban vannak és jelen pillanatban nem a központ kezelésében, azoknak a kezelése is ide tartozzék, hiszen szándékunkban van itt a lovardától a rózsakerten át egy sor-sor funkciót felújítani, hogy itt valóban egy komplex központ legyen. Az ehhez szükséges döntéseket a kormány meghozta. A szükséges kormányhatározatok, mint azt a kollégát előtt ismert, megjelentek a legutóbbi a február 11-i közlönyben, és a forrásokat is biztosítja számunkra a kormány. Néhány konkrét adatot is elmondjak, olyan adatokat, amelyek a kiosztott sajtóanyagban nincsenek benne. Az Eszterháza Kulturális Kutató és Fesztivál Központ önállóvá válásával nyilvánvalóan egy jelentős forrás tömeget a Forster Központ átad a saját költségvetéséből. Ez pontosan az az összeg, amellyel egyébként is a központ rendelkezett, amely fölött amely éppen a fertődi célokat szolgálta. Ez 2014-ben 348.600.000 forint, tehát ennyi előirányzott átcsoportosítással számolhatunk. Az idei tervek szerint a saját bevétel körülbelül 140 millió forint lesz, tehát ez az, amivel még a fölálló létesítmény gazdálkodhat. És nagyon jól tudjuk azt, hogy mindezen források azokhoz a nagyévi tervekhez, amelyeket magunk elé tűztünk ki, nem elegendőek, tehát ezt ki kell egészítenie a magyar kormánynak. Miért is kell kiegészíteni? Először is azért, mert jelentős létszámbővüléssel számolunk, hiszen azokat a többlet funkciókat, amelyekről az előbb beszéltem,
az többlet szakemberi körrel kell elvégezni. Tehát a jelenleg a Forster állományában levő kollégák összesen 19 főnek az átvétele fog megtörténni, és azok személyek, akik az uniós fejlesztési projekt terhére vannak foglalkoztatva, ez 21 fő, tehát ezt a 40 főt további személyi állománnyal kell bővítenünk. A terveink szerint idén 80 fősre fogjuk ezt a központot kibővíteni. Nyilvánvalóan ennek a 80 embernek nem mindegyike fog itt helyben dolgozni, hiszen a kormány szándéka szerint egy budapesti központja is lesz a létesítménynek. Vannak olyan szervezési funkciók, amelyeket a fővárosban szeretnénk ellátni. Ez a többlet igény, mint jeleztem, többlet forrást jelent. Amit most eldöntött a kormány az, hogy 551 millió 400 ezer forintnyi többlet forrást fogunk kapni az előbb elmondott átvett forrásokhoz és a saját bevételek mellé. Ez az 551 millió 400 ezernyi forrás, ez részben a létszámfejlesztésre lesz elegendő, részben ebből már most meg fogunk oldani olyan infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek például komoly értékű hangszervásárlás formájában is máshogyan fognak itt megjelenni. Olyan hangszereket és egyéb más dolgokat szeretnénk beszerezni, amelyek itt a kastélynak azt a színvonalú működését szolgálják, sőt garantálhatják, amire az előbb utaltam, ami a kormánynak a szándéka. Természetesen ezen fölüli forrásokra is szükségünk lesz, hiszen köztudott az, hogy az a kormánynak az egyértelmű szándéka, hogy az Iparművészeti Múzeumban és más múzeumban őrzött eszterházi kincsek, amelyeknek egyébként a nagy részét a nagyközönség egyben, vagy amelyeket még egyben a nagyközönség az elmúlt 4 évtizedben nem látott, nagy részét kiállítva sem látták, bár voltak belőle részleges kiállítások és a műtárgyak egy részét annak idején bemutatták Londonban is, de hogy egy átfogó restaurálás után ezek az értékes műtárgyak egyben bemutathatók legyenek, arra most lesz itt lehetőség. Mint tudják a kedves kollégák is, a kastély épületnek a nyugati szárnya, tehát a most, ahogy én itt ülök, tőlem balra helyezkedő szárnya az idén augusztusban kiürült. Ott korábban a mezőgazdasági szakközépiskola tevékenykedett, ezt visszaadták, ezt a szárnyat a Forster központnak. Ennek jelen pillanatban elnök úr irányításával folyik a falkutató munkája, tehát az az előzetes tudományos munka, amely az alapját jelenti annak, hogy szakszerűen megtörténjék a nyugati szárnynak a restaurálása is, és kiállítási célokra való átalakítása. Természetesen a most használt részeknek a felújítása is szükségessé válik, hogy minden olyan régi pompájában táruljon elénk, mint ahogy éppen ez a tér, ahol most ülünk itt önökkel együtt. Az iskola szárny felújítására természetesen szintén van forrásunk. Egyrészt tavaly a rendkívüli kormányzati intézkedések keretterhére 1,5 milliárd forintot biztosított a kormány a Forster központ számára. Ez a 1,5 milliárd forint is át fog jönni most március 1-ével a fölálló új intézmény számára, részben felújítás, részben pedig vásárlási, műtárgyvásárlási, sőt visszavásárlási célokkal. Ennek a 1,5 milliárdnak a nagy része rendelkezésre áll, hiszen minimális mértékben költekezett eddig belőle a Forster központ, és a futó uniós pályázatoknak köszönhetően is tovább tudjuk végezni a felújítási épületrekonstrukciós és kertrekonstrukciós munkákat, amelyeket elnök úrék az elmúlt években már megkezdtek, illetve nagyon szépen elvégeztek. A műtárgyak, a Budapestről ide szállítandó műtárgyakkal kapcsolatban néhány dolgot szeretnék megjegyezni. Egyrészt az, hogy éppen a fraknói gyűjtemény példája mutatja, éppen a Burgenlandban érzékelhető nagyon erőteljes eszterházi kultusz, és itt jelzem azt, hogy az ausztriai eszterházi alapítvánnyal a meglevő jó együttműködést még szorosabbra szeretnénk fűzni, és együtt gondolkodunk ennek az egész turisztikai régiónak a működtetésében. Tehát ezek a példák jól mutatják azt, hogy nem igaz az, hogy egy ilyen nagyértékes, fantasztikus gyűjtemény az csak a fővárosban állítható ki. Sőt, azt gondoljuk, hogy jelentős mértékben tudja egy ilyen gyűjtemény megmutatása egy ilyen fontos és értékes régiónak a turisztikai vonzerejét növelni, ami ezt persze egy sor infrastruktúrális fejlesztésre
közútfejlesztés és a többire szükségünk lesz, de hát azt majd gondolom képviselő el fogja mondani, hogy látják, hogy milyen fantasztikus az a bicikliút, ami még nyáron én is, mikor körbe kerekeztem a családommal a Fertőtavat, és ide is megérkeztem, még zötyögtem, döcögtem, most már egy új bicikliúton fognak tudni beérkezni. Pomogy, vagy Pámhágen felől a biciklis turisták, mikor Fertődre érkeznek. Tehát ez az egyik, amit szeretnék rögzíteni, hogy nagyon határozott célunk az, hogy itt bemutassuk a műtárgy együttest, tartósan itt legyen Fertődön, és hozzájáruljon ennek a csodálatos épületnek a látogatószám növeléséhez is. Mindezekhez szintén fog forrásokat biztosítani a kormány, ezeket az erre az év közepétől számítunk, mindegy 800 millió forintos forrásra lesz még szükségünk ahhoz, hogy itt valóban az őrzés szempontjából a korszerű műtárgytárolás feltételének megfelelően alakítsuk ki a tereket, tehát hogy ez az épület alkalmas legyen arra, hogy világszínvonalon őrizze és mutassa be azokat az értékeket, amelyeket tartósan itt szeretnénk tárolni. Ennek a forrásnak a biztosítása is a kormány egyértelmű szándéka, úgyhogy ha ezt így összeadják, ez mindösszesen több mint 1,3 milliárd forintos forrásbővülés lesz az Esterházy központ számára. Hát, hogyha itt nagyjából végig gondolják, amit én elmondtam, hogy egy jelenleg 19 plusz 21 fős állomány 80 fősre való bővítésével számolunk, sőt, a kormány előterjesztésben az is megfogalmazódott, hogy 2015-ben további 70 fővel bővítsük az állományt, tehát szándékaink szerint 2016-ra egy 150 fős jelentős közgyűjteményi, gazdálkodási, turisztikai egységünk lesz, akkor ez jelzi önök számára, hogy milyen nagyságrendű, milyen horderejű ez a fejlesztés, és hogy a kormány mennyire eltökélt, és milyen komoly szándékról beszélhetünk. És hogyha mellé tesszük azokat a forintokat, amelyekről beszéltem, az átadott több mint 300 milliós forrás, a saját bevétel, amit persze folyamatosan növelni kell, a több mint 500 millió forintos most adandó többletforrás, a tavaly biztosított 1,5 milliárdos forrásnak a további tele, itt egy óriási nagy kezdeményezésről beszélünk. És záró gondolatom, természetesen az Esterházy igazságokat is szeretnénk folytatni. Nyilvánvalóan a tavalyi év szervezési tapasztalataiból levonva a tanulságokat és a hibákból tanulva, a most jelen pillanatban 250 millió forint áll rendelkezésre az Esterházy igazságokra, tehát arra is megvan a forrásunk, azt a március 1-ével felálló központ számára, szintén a Foster központ fogja átadni, hiszen annak a gazdálkodásába, illetve költségvetésébe ezt a tavalyi költségvetési törvény elfogadásakor beterveztük. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, majd természetesen a végén szívesen válaszolok a kérdéseikre. Én azt kérem önöktől, hogy ennek a nagyszerű kormányzati szándéknak a jelentőségéről adjanak hírt, hogy itt ezzel is segítsék az, hogy az ideérkező turista forgalom az tényleg jelentős növekedés mutasson. Köszönöm szépen! Tisztelt kormánybiztos úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, köszöntöm önöket, köszöntöm a sajtóképviselőit is, az Esterházy kastély szállaterénájában. Mielőtt a száraz tényekről beszélnék néhány szót, nekem személyesen ez egy nagyon érdekes érzés. Egész őszintén mondom, hogy kifejezetten boldog vagyok. 12 évvel ezelőtt a Tony Sutcliffe-nak, a BBC vezető dokumentumfilm rendezőjének a segítségével készítettünk egy kicsit lepukkant, műemléksárga, egzotikus bútorok közt vendégeket lehetett találni egy nagyon érdekes, egzotikus kastélyban egy dokumentumfilmet. Rudolf Péter játszotta a főszerepet, ő volt Fényes Miklós, és egy nagyon érdekes dokumentumfilmet csináltunk róla. Akkor még ugye az Unió nem létezett a mi számunkra, és a kastély pedig aludt a Csipke Rózsika álmát. Most pedig egy kicsit ellenkező
módon érzem magam, de szintén nagyon boldogan, körülbelül ahogy ahogyan a felnőtt gyerekeim elhagyták a családi otthont, tehát ez a kastély felnőtt saját lábára áll, az ország legígéretesebb helyszíne, mindent tud ahhoz, hogy egy kulturális központ legyen, ahhoz csak a szándék kell, hogy közép-európai, európai vagy akár világhírű, tehát az eltelt időszak alatt, ha csak körülnéznek a Sala Terénában, olyan technológiákat, olyan csodákat, olyan élményeket látnak, ami már önmagában zavarba ejtő, úgyhogy ha megengedik, hogy előjöjjön belőlem a műemlékes, nagyon vigyázzanak, nehogy közel kerüljenek a díszekhez. Tehát a kastély önálló, elkezdi önálló életét, igazán tiszta lelkiismerettel adom át. Azt gondolom, hogy végre, tulajdonképpen a közel 50 létesítményünk, amikkel foglalkozunk, amiket projektálunk, tudományos kutatással, koncepciókkal, gyakorlattal megpróbálunk ellátni, azok közül az első megérett, és elindult az útjára. Nagyon izgalmas, meg most megmondom őszintén, hogy nem tudok teljesen elszakadni, gyakran vendégeskedni fogok a helyszínen, mert azért érdekel, hogy az embernek a kvázi saját gyereke hogy indul el, de tényleg egy nagyon felkészült létesítményről van szó. Az itt dolgozó kollégákkal együtt, akik nagyon hozzászoktak ahhoz, hogy az egyik pillanatról a másikra hogyan kell valami lehetetlen dolgot megoldani, hogy hogyan kell tökéletesen levezényelni egy kormányülést, operagálát, hogyan kell mindeközben 5 futó projektet kezelni. Tehát egy nagyon izgalmas, nagyon komoly helyszínről van szó. Belép most már ugye a Gödöllő vagy a Keszthelyi kastély soraiba, és elindul. Na most ahhoz, hogy pontos képet kapjunk, a néhány kicsit globálisabb dolgot el kell, hogy mondjak, ami egyébként érinti a Forster központot is, tehát ugye az ország 8 világörökségi helyszíne közül az egyiken vagyunk, a Fertőtáj világörökségi helyszínen, a Forster központ a világörökségekért felel, éppen készítetjük az egész területre a kezelési tervet. A kezelési tervet úgy kell elképzelni, mint egy kicsit erősebb és kicsit részletesebb terv, mint egy önkormányzati szabályozási terv, kormányrendelet lesz a vége, és forradalmi újítások lesznek benne, minden világörökségi helyszínre nézve, ugyanis ez Magyarországra még nem volt lejellemző, de adókedvezménytől, állami támogatásig, forrásoktól, a turisztikai vonatkozásokig, fejlesztésig nagyon sok mindenről rendelkeznie kell a kezelési tervnek. Tehát ugye egy évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy az örökséggazdálkodás új korszaka elindul, nem defenzív, nem kizárólag hatósági eszközökkel, hanem fejlesztési eszközökkel dolgozó intézményrendszer alakult ki. Tehát ebben a globális értelemben a Forster Központ továbbra is felelős marad a helyszínér. Az itteni egyik civil egyesület a kezelőszervezet, minden világörökségi helyszínen van kezelőszervezet, amelyik a TDM-ekkel, önkormányzatokkal, helyi szakmai szervezetekkel együttműködve végzi a munkáját. Ez a kezelési terv ebben az évben el kell, hogy készüljön, és konszenzussal elindítja az egész térséget egy fejlesztési irányba. A következő dolog, amit szeretnék mondani, a 7-13-as uniós időszakban nem csak a Forster Központ 50 létesítménye, hanem közel 2100 turisztikai vonzerő projekt készül el az országban. Ez egy helyszín közülük. Hosszú távú, nagyon komoly gondolkodás és projektálás és tudományos kutatások eredménye minden egyes projekt. Mind a 2100 projekt. Ezt azért mondom, mert hogyha bármelyiknek az előkészítő tanulmányait, a beadott pályázati anyagait, vagy a támogatási szerződéseit bárki megnézi,
Mindenhol arról van szó, hogy egy nagyon értékes helyszín elkészül és berendezésre kerül. És az a lépés, ami itt megtörténik, hogy nem csupán, elnézést, hogy ezt mondom, nem csupán egy belépő jeggyel 700 vagy 1500 forintért részt veszek egy tárlatvezetésen, és utána 10 év múlva járok itt legközelebb, hanem élő központok jönnek létre. Visszajönnek az ide való tárgyak, kutatási központok jönnek létre, turisztikai központok jönnek létre, nagyon komolyan gondoljuk az örökséggazdálkodást, tehát történeti aktivitások élednek újra, más típusú bevételek is keletkeznek, mint ami a szállás vagy belépődi bevételből keletkezik, és ez nem csak Eszterházán van így, hanem még 2100 helyszínen. Ezt azért mondom, mert ugye én is érzékeltem, mint intézményvezető, azt a turbulenciát, ami Eszterháza körül, az ide jövő műtárgyak körül keletkezett. Jó reggelt kívánok! Tehát 2100 helyszínen az országban 2007-től kezdve tudjuk, hogy ez fog történni. Berendezésre kerül minden, visszakerülnek a tárgyak az eredeti helyükre, előjönnek a raktárakból, és élő helyszínekké válnak. Ez volt a célja, most már, ha szabad ennyit mondanom, többedik kormánynak, hogy erre szánja ezeket az uniós forrásokat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős dolog, elindul Eszterháza, itt van a képviselője Edelénynek, a Forster Központ márciusban, áprilisban elindítja Edelényt ugyanezen az úton, majd a Majki projekt készül el szintén idén ugyanezen az úton, egyszerre 4-5-6 központi múzeummal működünk együtt, akik műtárgyakat, kutatható kottákat és tudományos anyagokat és mindenféle dolgokat adnak ezekre a helyszínekre, időszaki kiállításokra, állandó kiállításokra. Tehát én azt mondom, hogy itt egy forradalmi pillanat van, olyan új együttműködési formák indulnak el a múzeumok és ezen helyszínek között, sőt, hát ez maga is egy múzeum is lesz, nem csak tudományos központ, ami sokkal aktívabb tárgycserét, koncepciócserét, sokkal aktívabb, sokkal jelentősebb látogatószámokat fog jelenteni, ehhez fel kell nőni, ehhez a feladathoz, de azért van az országban már egy-két olyan intézmény, Budapesten például, de vidéken is, amelyik mondjuk úgy, hogy szokva van már ehhez a pörgéshez, ha szabad ezt mondanom. A projektekről csak annyit szeretnék mondani, úgy tudom, hogy a sajtó kapott részletes anyagokat minden projektünkről. Természetesen a projektek befejezését és az új projektek elindítását is már az új központ fogja csinálni. Március 1-i állapottal egy pillanat felvétellel átadunk minden projektet. Nem tudok érdekesebbet mondani annál, mint amiben most részt fognak venni. Tehát ahogy végig fogják járni a már elkészült ütemeket, ezt én nem tudom verbálisan überelni. Fantasztikus, ami történik Eszterházán folyamatosan. A következő időszakban két kertészeti projekt zajlik és fog befejeződni. Az Eszterháza 2-3-as ütem zajlik, fogadóépület fog épülni, a kiskastély meg fog újulni. Egy nagyon logikus projekt sor van minden helyszínünkre, tehát hogyha mondjuk jövőgyártásként elnevezhetem, hogy mi történik minden projektünkön, azért Eszterházára a következő 10 évre 30 milliárd van beütemezve különböző projektekre. Természetesen ez nem biztos, hogy mindegyik sikerülni fog, de mindig van következő elképzelés, és mindig lehet tovább lépni. Egy olyan jelentős együttesről van szó, kormánybiztos úr említette, hogy a földterületek és az egész létesítmény eredeti állapotának az újra egyesítése is az új központ dolga lesz, csak a léptéket érezzék. Tehát 170 helyrajzi szám van, ahol most vagyunk, amit átadunk az új központnak. Az eredeti történeti együttes 1700 helyrajzi számon állt. Tehát itt még a védésnek, az egyesítésnek, az állam javára való vásárlásnak,
a földekkel való gazdálkodásnak is nagyon az elején vagyunk. Itt egy egészen különleges létesítménynek a kezdeti stádiumát látjuk. Tehát itt ezek után már csak izgalmasabb dolgok fognak történni. Leállítom magam, bármeddig tudnék beszélni, de szívesebben válaszolok én is kérdésekre. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm a média megjelent képviselőit, kormány megbízott urat, Fosztászfoszon vezetőjét, és mindenek előtt az elhangzottak kapcsán hálásan köszönöm a kormánynak, Elsimon úrnak is, hogy a elképzeléseket valóban valóra váltják itt, Fertődön, Eszterházán, aminek egyik legnagyobb támogatója Orbán Viktor miniszterelnök úr, aki szintén csak hangsúlyozottan szeretném kiemelni azt a részét, hogy egyrészt Eszterháza, másrészt a Nemzetközi Nedeni Központnak a leghatékonyabb támogatását biztosítja, nem csak most, hanem a kormányülésen, ami itt történt, hanem a jövőben is, mint ahogy az kormány megbízott úrtól elhangzott. Tehát köszönjük a kormánynak, hogy továbbra is Eszterházát a központi elemként a magyar kultúra egyént tartja. Másik fontos, amit köszönetet kell mondani a Foster központnak, ahogy itt elhangzott az elmúlt évekért, hogy idáig eljutott Eszterháza, hiszen az ő munkájuknak az eredménye. Tehát köszönjük, és azt is, hogy gyakorlatilag most, ha netán fájó szívvel is, de megválnak, hiszen egy nagykorűvel várt intézményrendszert átadnak annak a funkciójának, amikor élettel kell megtölteni mindezt. És amikor az élettel tölt megtöltésről beszélünk, akkor pedig éppen arról szól a jövő itt a Fertő partján, a Fertő tájvidékén, a világörökség terén, amit a kezelési terv kapcsán itt már érintőlegesen elhangzott. Valóban most készül a kezelési terv, a kezelési tervben mi ebben a térségben abba vagyunk érdekeltek, hogy összhangban legyen a világörökség, összhangban legyen a turisztika, összhangban legyen a nemzetközi központ jelleg. Éppen ezért, mint országgyűlési képviselő, ezen a területen azt tudom mondani az itt jelenlevő sajtó munkatársainak is, hogy igenis kormánytámogatással további fejlesztések fognak ezen a területen végbe menni. Az említett kerékpárút végre be fog zárulni Balf és Fertőrákos között, ugyanúgy megépül az út Fertőrákos és Balf között is, a bizonyos 85-26-os útnak a fejlesztése is terítéken van, hiszen miniszterelnök után mondhatjuk szabadon, hogy ezeket a milliárdos fejlesztésekkel fejlesztett központjainkat, mint Eszterháza, vagy éppen ennek az útnak a másik végét nézzük, éppen milliárdokat költünk el Fertőrákos barlangszínház fejlesztésére, vagy attól egy pár méterrel, ha szabad mondanom, nem olyan messzire távolba levő pán-európai piknik központi jellegű fejlesztésére, ahol a Volt Fesztivál is valamikor majd megjelenik, vagy éppen a Fertő táj, Fertő partnak a fejlesztését, ahol szintén kértük a kezelési terv készítőit is, hogyha lehet, rugalmasan kezeljük, mert az értékeket csak úgy tudjuk itt eladni, Eszterházán, Fertő, Rákoson, vagy éppen Sopronba is, hogyha ott megfelelő szabadidős sporttevékenység is folytatható lesz, például vitorlás kikötő építése, vagy uszoda építése, akik a Fertőnek a iszapos vizében nem akarnak fürödni, de magának a Fertő partnak a lehetőségét ki akarnák használni. Ugyanilyen nagy kormánytámogatású terv, hogy Balf rehabilitációs központnak a fejlesztése meg fog történni. Az ide vonzó turistákat, akik itt megjelennek, ezeket természetesen ki kell tudni szolgálni. Na, ez a kiszolgálás a másik része, amikor a zenei központ jelleggel beszélünk. Zenei központ Sopronban, zenei központ Eszterházán, ez a kettő összefonódik, hiszen Liszt, Haydn városa Sopron, ugyanúgy, mint Eszterházának is, ennek a kapcsolatrendszernek a fejlesztése tovább fog folyni. Úgyhogy azt tudom mondani itt a sajtó munkatársainak, hogy ez a projekt, ami egyrészt itt elhangzott, hogy budapesti központúságú lesz, de mégiscsak ennek a járásnak, ennek a térségnek Sopron a központi eleme, onnan ez a kettő összekapcsolásával egy nagyívű fejlesztést fogunk végrehajtani. A legfőbb cél, hogy valóban ami ennek a térségnek az adottsága, a turizmus, a gyógyturizmus, az Alpoknak a közelsége, a táj szépsége, a világörökség szépsége valóban olyan fejlesztésen tudjon keresztül menni, amire egyébként
szerintem kijelenteni, hogy a kormány támogatását bírjuk. A miniszterelnök úr támogatását bírjuk, bízunk abban, hogy ahogy eddig, április 6-a után is tudjuk folytatni mindezeket a projekteket, amit itt beindítottuk. Úgyhogy még egyszer én köszönetemet mondom ki el Simon László úrnak, amikor milyen hatékonyan, ha szabad mondani, vehemensen belevetette magát, és a dolgok megadja a lendületét, hogy tovább tudjunk menni, és hát az elődöknek pedig az, hogy valóban egy olyan értéket adtak át, egy olyan központ jön létre, ami fontos, hogy valóban, ha lehet, egy helyen jelenjenek meg Eszterházi örökségek, itt lehessen bemutatni, és valóban közösen szolgálja a múzeumi rész, a zenei rész, tehát gyakorlatilag a művészetek, a kultúrák összetalálkozása Fertődön, Eszterházán. A zárszóként még annyit, hogy ennek a kormánynak kell megköszönni azt is, hogy Fertőd városát, önmagát mindegy 570 milliós adósságtól megszabadította, amit előbb kormánybiztostól meghallottunk. Ide olyan fejlesztések jönnek, amik létszámot igénynek, és a fejlesztések pedig az itt élő kis középvállalkozóknak a lehetőségeit erősíti, teremti meg a jövőben, az elkövetkező időben, különösképpen akkor, amikor a magyar kormány több, közel 60%-ot a kisközépvállalkozók fejlesztésére, a gazdaságfejlesztésre akar szánni a jövőben. Hát ezt szolgálja ez a projekt, ezt szolgálja az, amiben kormánytámogatásunk van, a Fertőtáj, mint világörökség, Eszterháza, Sopron, Bal, Fertőrákos, Volt, Pán-európai piknik, mind azt a célt szolgálja, hogy ez a térség kiemelt térsége legyen Magyarországnak a turisztika, a kultúra terén. Köszönöm szépen! Köszönjük az elmondottakat!